Dr. Palotás Gábor szülésznőgyógyász szakorvos elmondta, hogy az érintett korosztály, vagyis az 50 és a 69 év közötti nők meghívót kapnak a szűrésre, amellyel az egészségház nőgyógyászati rendelőjében kell jelentkezniük. Az egészségház része ebben a szűrővizsgálatban, tehát a szervezet mellrák szűrésben a pácienseknek a meghívása, a utalása a mammográfiás vizsgálatra, szükség szerint további utalás kiegészítő vizsgálatokra, a kezelésre, amennyiben mellrák igazolódik, illetve rendszeres jelentés az adatok összegyűjtése, elemzése és jelentése a megfelelő intézmények felé. A mammográfiás szűrővizsgálatot az Entai Közkórházban végzik, amelyre a nők két évente kellene, hogy járjanak, de sajnos egyre alacsonyabb a részvételi arány. Harmadik alkalommal vagyok a mammográfián. 50 éves koromban jöttem először, akkor értesítettek, hogy részt lehet venni ilyenén, és én nagyon örülök neki, meg helyesnek is tartom, mert amit az ember nem érez valami, azért lehet, hogy hát belülről már megindult. Egy nem kíván dolog. Közéletben nagyon sokan mammográfia ellenesek, pedig a mammográfia az egyedüli szűrővizsgálat, amit a világban csinálnak, és nagyon sok téves információval rendelkeznek, ugye az interneten keresztül, a piaci mendemondákban, hogy ez egy fájó vizsgálat, és ettől rákot lehet kapni, meg sok minden más, úgyhogy riaszgassák egymást az emberek, de fontos dolog a mammográfia. A program keretében 2023 és 2024 között 3400 nő vehet részt ingyenes mammográfiás vizsgálaton Zentán.